Sziasztok, én Drexler Anna vagyok. Én meg Combas Luca. És bemutatjuk nektek az Erkály Gyula Zeneiskolát. Zeneiskolánk különleges arról, hogy már egészen kiskortól el lehet kezdeni zenélni, és nagyon sokféle hangszer közül lehet választani. Komoly zenét illetően választhatnak a gyerekek oboát, a népi zenében ott a citera vagy a cimbalom, míg akár jazzt is tanulhatnak. A zenei órák magánkeretek között zajlanak, azaz egyedül van a diák az órán, ellenben vannak csoportos órák is az iskolában, ilyen például a jazzám, illetve a szolfés. Sokan kételkednek abban, hogy a tanulás mellett a zene belefér a mindennapjaikba, de azt kell mondjam, hogy ez a két dolog teljesen összeegyeztethető, sőt, én 6 évig jártam úgy a zeneiskolába, hogy mellette minden nap 2 órás edzéseim voltak pluszban. Hogy mit is ad a zeneiskola? Rengeteg élményt, barátokat, közösséget, és a sok szereplés által bizonyos szituációkat a jövőben könnyebben kezelünk, mint például egy interjút vagy szóbeli vizsgán jobban teljesítünk. Érdekesség a zeneiskoláról, hogy a Visegrádi Négyek nemzetközi hangversenyén a mi iskolán képviselte az országot már több évben is. Az iskolánkból sokan tanultak tovább a konzervatóriumban, illetőleg a Zeneakadémián is. Rengeteg programunk van évközben is, mint például a Döknap, amikor általában karácsonykor elmegyünk kocsajázni együtt. De ott van a minden évben megrendezésre kerülő nyári tábor is. Ide bármilyen korosztály, bármilyen hangszerrel jöhet, és minden évben van egy témánk, volt már a Beatles, a Jézus Krisztus Superstar, és tőlük nagy zenekari darabokat dolgozunk ki, amiket a tábor végén előadunk a szülőknek. A napok nagyon lazán telnek, szórakozunk, fürdünk, játszunk sokat. A tábor során sok új kapcsolatra, barátokra tehet szert, amitől évközben sokkal otthonosabb, családiasabb a hangulat a zeneiskolában. A zene egy szerves részévé vált az életemnek, és büszke vagyok arra, hogy azt mondhatom, hogy ezt az Erkály Gyula zeneiskolában élhettem meg.